az idősebb nemzedék részéről türelem, szelítség, alázatra van szükség elmesélni a saját kiszolgáltatottságomat, megmutatni nekem. Igen, tehát én egész életemben bennem is kavarog az a bizonytalanság, semmi, semmiféle abszolút biztos tudás, meg ilyen, mondjuk egyetemen ezt elég, elég kockázatos, necelsz, igen, elég köszönöm szépen, elég kockázatos kimondani, de hát így 73 évesen az ember már... Megteheti, ugye ha már itt is de, ezt az igazság elhangzik, ugye van egy ezer éve létező forma, hogy szeressétek azokat, akik keresik az igazságot, de óvacskodjatok azoktól, akik már meg is találták. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Tisztító Tűz, azoknak, akik igazságot és erőt szeretnének a cselekvéshez. És köszönöm szépen, hogy ilyen komoly közösség épül közö körülöttünk. Köszönöm szépen a gyönyörű kommenteket, mert tényleg úgy lehet olvasni a kommenteket, mint valami ilyen magazint, ahol egymást tápláljátok ebben. Hihetetlen fontos ez a hang nem, hogy abszolút más, mint sok más csatornám. Ma is egy nagyon érdekes témába szeretnék ásni, leginkább azért, mert a úgy érzem, hogy a, nem csak a fiatal generációban van egy egészen magabiztosan rossz tudás, hanem már a szín szülői generációmban is el, 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 hogy mondjam, elhitték azt a programot, ami kívülről jött, és itt a nemzedékek elszakításáról szeretnék ma beszélgetni, és arról van szó, hogy ezeket a nemzedékeket, a fiatalokat szándékosan kuplungolták le az idősebb generációkról, létrehoztak mindenféle bélyegeket, mint például a boomer, és azt állítják a fiataloknak, és a fiatalok fel tudják mondani ezt a leckét, hogy ha egy idősebb ember kapcsolódni akar, értékrendet akar átadni, bármilyen javaslatot akar tenni, akkor az kizárólag azért lehet, mert ő meg akarja akadályozni annak a fiatalnak a boldogulását, ugyanolyan nyomorult életet szán neki, bele akarja kényszeríteni egy olyan nyomorult életbe, mint amilyen neki volt. Kizá... Semmit nem tudhat egy ilyen idős ember mondani az öregnek, vagy a fiatalnak, mert abszolút nem érti már az ő problémáit, és leginkább a szülők, tehát a mi generációnk abszolút hibás személyesen a fiataloknak az összes olyan problémájáért, amit mondjuk globálisan eresztettek ránk, és ezt már a mi nemzedékünk is tudja szajkózni, és, és, nagy önváddal mondja magára igaznak, és ezzel erősíti ezt az elszakadottságot. És nagyon örülök, hogy Bogár László ismét elfogadta a meghívásunkat, aki közgazdász egyetemi tanár volt államtitkár, és az összes ilyen társadalomstratégiai... És stratégi... öreg ember, ezt azért tegyük hozzá, a... gyár, ha már ilyen Ultra, Na, ultra Én is nagyon boomer vagyok. Tehát most csak viccelődünk, de uh, itt, itt, különféle nemzedékek ülnek az asztalnál, de talán a között is, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Arról beszéljünk az elején, talán arra vagyok kíváncsi a te véleményedre, hogy konkrétan el tudjuk-e magyarázni, hogy miért rossz az, és volt-e még a történelem folyamán ilyen, hogy ennyire az egész nemzedéket sikerült lekuplungolni a szülői nemzedékről és a nagyszülők nemzedékéről, és az értékátadási láncokat ilyen módon sikerült volna megakadályozni. Talán nem is volt ilyen, nem tudom, én legalábbis nem tudok erről. Hát ilyen egészen biztosan nem, de először is akkor Köszönöm még egyszer a lehetőséget. Val valóban boomer vagyok, mert azt hiszem a hivatalos meghatározás szerint a 1946 tól 1963-ig született korosztályokat szokás boomernek. Tehát 73 asok is mégis boomer neve. vagyok, akkor az hogy van? Hát legfeljebb lelkedben érezheted magad nem boomernek, de egyébként. Nem én, mondják Ja, vagy, <laughs> ő, hát az, mert Kiterjesztették le van, így van, 83-asok ex... is boomerek, az is lehet. <laughs> hát végül is mindenki lehet boomer ezek szerint, de, de azért van ennek egy hivatalos meghatározása, hogy egy kicsit leegyszerűsítsem a kedves nézők számára, ez Donald Trumptól Orbán Viktorig terjedő, ez a hivatalos boomer, tehát 46-tól 63-ig terjedő időszak. Én 51-ben születtem, tehát ez még a boomer, a boomer korszaknak is nyilván az eleje, tehát én ratkó gyerek vagyok, akkor akkor még 90%-os valószínűséggel szültek a magyar nők két gyereket a 20-as éveikben. A, ugye a mi gyerekeink a 70-es években, ott már ennek csak 60% a valószínűsége, az unokáim 5 vannak, de ott már csak 30% a valószínűsége, és a legidősebb 21 éves lányunokámmal gyakran beszélgetünk arról, hogy vajon akkor ebből az következik, hogy mikor neki kéne a 30-as években szülni, akkor már nulla a valószínűsége, mert ha monoton csökken, 90 os valószínűség, 60, 30, de nulla. Tehát hát, bizonyos, ezt ezt el, csak azért igen. mondtam, nem akarom demográfiai, nos, az sem érdektelen, nyilván a demográfiai probléma, de, de itt azért alapvetően a nemzedékek esetében mégiscsak valami olyat érintünk, ami részben demográfiai probléma is, hiszen azért vannak nemzedékek, azért létezhetnek ezek a nemzedékek, mert úgy látszik eddig azért működött az a logika, hogy minden nemzedék azért a legmélyebb és legfőbb, ha nem is deklarálja a földatának azt tekinti, hogy világra hozza, és testi-lelki egészségben felnevelje a következő nemzedéket, mert ha ezt nem tette volna, akkor nem lenne most milyen jó, hogy így legalább van miről beszélnünk, mert ha az nem történik meg, akkor értelemszerűen semmiről nem beszélhetnénk ma, de hál' beszél vannak nemzedékek, és persze vannak nyilván feszültségek és konfliktusok is. Abban teljesen igazad van, hogy hogy ilyen jellegű és sok szempontból ilyen szívszorító és, és brutálisan csinált konfliktusok valóban és nem mértékű, nagyon tehát és mélységű, így van. Ez azért nem nagyon, amiben egyébként mindjárt tegyük hozzá, de hát ebben semmi új felismerés nincs hogy a média technológizálódása is döntő szerepet játszik értelemszerűen kétszeresen is. Egyrészt e, szuper nyilvánosságot ad ennek, ami egyébként intimus magánügy is lehetne, ahogy Cseh a más egy dalában, Széchenyről szóló dalában énekli. Másrészt pedig éppen a technológia az, ami az alapvető ö, ö, alapműveltség, vagy hogy lehetne ezt mondani, ma tekintetében roncsolja szét a nemzedékek között, hiszen nyilván az idősebb nemzedék azt a technoevolúciót, ami mondjuk éppen az elmúlt 20-30 évben vált, roppant látványossá és exponencialitása még fokozódik is, tehát önmagát gyorsítja. Itt értelemszerűen még látványosabb a, a szakadás és ez az talán, tehát ez a mozzanat mindenféle, rengeteg mozzanata lehet, de ez a mozzanat mindenféleképpen döntő szerepet játszik ezekben a, ezekben a feszültségekben. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a, ugye mondjuk 5000 évvel ezelőtt nagyon jó volt öregembernek lenni, mert az öregember volt az egyetlen adathordozó, hiszen amikor még írásbeliség se volt, addig csak az öregember meséiből. Tehát, tehát, hogy mi a valóság, az, azt az öregember, mert oral history, ahogy a modernül, nevezik, Tehát a mesékből lehetett, az újabb nemzedék az öregek meséjén keresztül szövődött bele az élet. Tehát ezt akarják végképp megszüntetni, hogy ne más Erről világ szó. legyen, semmit ne tanulj meg Ez az öregektől. Sőt, ugye most például nagyon érdekes, hogy mondtad ezt a technoevolúciós kérdést, hogy azáltal, hogy mi kevésbé vagyunk fertőzöttek, azáltal, hogy mondjuk én nem úgy nőttem fel, hogy mobiltelefon volt a kezünkben, mert nem volt, én könnyebben le tudom tenni, de egy fiatal, aki azzal a kezében nő fel, már nem tudja letenni és azt, azt, ő nem is veszi észre, hogy mennyire szétroncsolja az ő életét ez a technológia, és mi tudnánk őt megóvni, de azért kuplungolnak le róla, hogy ne tudjuk megóvni a roncsolást. Jelentem, túl, tiszteletel, a el, észre tudja venni, ezért szoktam eljátszani, mert ugye média, kommunikációs tárgyakat is oktatok. Minden évben eljátszunk azt, hogy three days Digital Total, Digital Detox, tehát hogy három napon keresztül abszolút nem is érinted ezt a net telefon, de tévét se, tehát semmit, tehát mindaz, ami média és kommunikáció, média és kom ötödéves média és kommunikáció, szakosok, semmit nem veszel a kezedbe, de és... Már az detox a hívják. Detox, hát, hát ugye, Szép jó, így érdemes. van, tehát hogy... Uh, hogy, és, és utána megírod dolgozatként a szenvedése történetét. És zseniális dolgozat. És, és, azért élvezik, most már nem, nem is kell őket különösebben biztatni, mag, maguktól is szívesen, szívesen hihetetlen kaland, ami, ami egyúttal azt is jelzi, és ennek a 20 évnek, most már a 21. évnek, amióta lényegében csak egyetemi tanítással foglalkozom, ez, ez, talán a legcsodálatosabb élménye, hogyha kedves, humoros, szeretetteljes természetességgel próbál, hát most már két generáció, mert ez a unokám, hát a legidősebb unokám is másodéves egyetemista, tehát ilyen értelemben már egy teljes természetességgel két generáció nyílt különbségről beszélünk. És én, én, hát nyilván csak a magam tapasztalatából, attól még érzem a probléma súlyosságát természetesen, de a saját tapasztalataimból kiindulva pillanatok alatt, tehát ezzel a, hogy ilyen avic szót használjak, tehát a kölcsönös szeretet áramláson keresztül a, a humorral átít, a öniróniával, akkor fogalmazunk így, kölcsönös öniróniával, átítató szeretett áramláson keresztül például mondhatni pillanatok alatt nem csak, hogy feloldódik, hanem most mondja azt, hogy létre se jön ez a generációs, ez a generációs különbség. Tehát csak, ez csak azért szeretném, lehet, hogy teljesen egyedi eset a enyém, nem lehet általánosítani, de talán annyit lehet, hogyha, hogyha az öregember jelen esetben én, én legalábbis ezt látom, mert próbálom magamban keresni, bennük is, mert nyilván ez egy interakció. Tehát, hogyha, hogyha mégiscsak van lehetőség ezeknek a feszültségeknek a feloldására, akkor az csak az interakció miatt lehetséges. Az alapvető ok az, Amint megfogalmaztam, tehát, hogy ez a szeretet áramlás létre tud jönni, de ez csak akkor lehetséges, és ebben értelemszerűen nekem, mint idősebbnek kell jó példát mutatnom, és ha ezt jól csinálom, akkor a jelek szerint hajlamosak játékosan átvenni ezt a jó példát, hogy, hogy ugye játsszuk azt, ez a detox is részben erről szól, hogy végül is. Kiindulni csak abból tudunk, ötödéves médiakommunikációsnak ezt különösen nem kell magyarázni, hogy minnyáján valamiféle narratívában beszélünk, tehát nem véletlenül vált ennyire divatossá ez a narratíva, nem más, mint egy értelmezési keret és egy fogalomkészlet egysége. Akár tudunk róla, az emberek nagy része értelmszerűen ezzel nem foglalkozik, de ahogy megnyilvánul, kommunikál a világban, annak mindig Megnyilván. van egy narratívája. Tehát van egy elbeszélés, nem, nem tudunk úgy létezni és kommunikálni, hogy ne lenne számunkra számunkra egy, egy evidens... Egy struktúra, amiben nem mozgunk. Hát, persze, tehát teljesen természetes, hogy az emberek nagy része ezzel nem kell, hogy tudatosítsa magába, hogy jó, ez egy narratíva, amiben én beszélek, mert van egy értelmezési keretem és egy fogalom, készen, mert ez annyira természetes és kézenfekvő, hogy ezt nem kell külön meghatározni, de attól még így van. És erre mondja Oswald Schwengler, ez a, talán az egyik legkedvesebb Schwengler idézetem, hogy annyi világ van, ahány lény a minden. Bocsánat, de hogyha van ez a narratíva, ami, ami kifejezetten káros uh, szeparációt, káros elválasztását, uh, tartja természetesnek, és sőt, megindokolhatónak, sőt, megindoklandónak, sőt, fennhangon kikiáltandónak a nemzetékek káros elválasztását tartja jónak, sőt, egyedinek nincs is más narratíva. Ugye akkor egyrészt hogy ennek a permanens veszélye? háború Hogy mi ennek a veszélye, hogy vajon mi hogy látjuk, hogy mit veszítenek a fiatalok? Mert ők azt hiszik, hogy ha mi hozzájuk akarunk kapcsolódni, akkor mi Akarjuk a mi veszteségeinket csökkenteni, mert mi a, gátol, van, persze, mert persze. Mi a, mi a nyilván az, hogy mi szeretnénk átadni, ha már szenvedtünk, akkor annak a, annak a tanulságait szeretnénk átadni, hogy ők kevésbé szenvedjenek, de ők pont nem így értik. Szerintünk mit veszítenek ők, ha nem kapcsolódnak hozzánk, ugye, mert ez egy nagy kérdés. Mert vajon meglátják -e ezt, vagy nem? Vagy hogyan lehet láttatni velük Ami ezt? így van, hogy hogyan lehet láttatni, innen ez egy nagyon jó átkötés annak a folytatásához, amiben az imént belekezdtem, hogy, hogy ez, ez, a saját példámból okulva csak akkor tud igazán létrejönni ez a helyzet, amiben én ilyen jól érzem magam 20 éve, hogy hogyha Hogyha az idősebb számára teljesen természetes, és nekem tényleg nagyon sok, ahogy így számot vetek az elmúlt 50 évvel, nagyon sok hihetetlenül szerencsés véletlennek köszönhetem azt, hogy, hogy számomra mondjuk 50 évvel ezelőtt is természetes volt, hogy minden este, ha az ember úgy ellazul, akkor el, elszúri magán a nap tapasztalatait, és megpróbálja, ez nagyon kényes kérdés, megpróbálja a tegnapi narratíváját, a világ leírására szolgáló elbeszélési módját lebontani, és, és újraépíteni, most már azokkal a tapasztalatokkal átszőve, amit napközben átélt. Ez időnként, nem, nem mindig természetesen, de időnként rendkívül kényes, kényes és fájdalmas művelet, mert olyan dolgok is történhetnek az emberrel, Hát ami sajnos uh, arra kell, hogy felhívják a figyelmet. Hát dolgul, igen, nyilván ez meg. a legnehezebb, ismerjük a ugye ez egy falfirka szöveg, hogy tegnap még egy kicsit nagyképű voltam, de ma már tökéletes vagyok. Tehát nyilván minden élő lény legmélyebb identitását úgy próbálja őrizni, hogy nem is, nem is teszi fel kérdésként, hogy csak az annak, miféle narratívák, nincs, nincsenek itt semmiféle narratívák, csak az létezik, mindenki Tisztességmérséklet hülye és vagy gazember, aki nem pontosan úgy látja a világot, ahogy én. Hát sajnos, nyilván ez is valamilyen értelemben csinálva van, pontosabban rájátszik, erre, erre az ősi identitásvédő mechanizmussal. Persze minden élőlény védi az identitását, amihez persze részben ez a humoros idézet, hogy én vagyok a világegyetem térben és időben legtökéletesebb élőlénye. Ez, 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 a görcs mindenféleképpen valószínűleg valami evolúciós okokból is be van építve minden élőlénybe de, de kellő öniróniával, uh, talán is egy kis ellazulással, ehhez persze nyilván szeretetteljes, szeretetteljes környezet kell, és amikor arra utaltam, hogy szerencsés helyzetben éltem végig az elmúlt 50, vagy hát tulajdonképpen 66 év, amióta 57-ben lettem első osztályos az iskolában, 57 ősze, érdekes volt, egy évvel a, a 56 után érdekes volt iskolába járni, de most ezek a, a tapasztalatokkal nem untatom a tisztelt nézőket. Nagyon mély lenyomatot hagyott. Egyébként bizonyos értelembe véve ez is segített Láttam a hazugságnak, a görcsöknek, a hamis narratíváknak ezt a írtóz, illetve éreztem nyilván ja, nem, hát egy de nem, gyerek, de nem a rádióból hallgattad, hanem az utcán láttad, vagy esetleg a hozzád közeliek mondták. Tehát -e? az iskolában, a otthon, a rokonságban, a mindenütt, tehát ez... El, ma ez nincs ez a el, el, tapasztalás, hogy azért de, érdekes, az... mert ma, ma nincsen ilyen típusú, ma, ma egy pszichoszomatikus szenvedés tapasztalás van, amit ugye ja, úgy most látszol, hogy béke van. Most ában látsz, bár És hát egyébként a depressziót hábar, persze, látnak, ég. fejfájást látnak, idegességet elfolytások, látnak. Elfolytások, az elfolytások, elfolytások következményeit de, látják. De ennek persze. nem látják a, sem a valódi hátterét, sem a belső mechanizmusait, sem a történelmi, gazdasági hátterét, hogy mi ismétlődik. Mert én azzal a gyanúperrel hogy, hogy azért szeparálják el tudatosan, ugye egy hát, program persze. szerint, de ez le van így, hogy a 68-asok és a marxista, leninista. Mert meg volt minden hogy a fiatalokat akkor tudják egy új világba átvinni, hogyha a régieknek a tapasztalatairól persze. leszeparálják, úgy, így van, ugye és így mi félés. nem tudjuk fölhívni a figyelmet persze. arra, hogy figyeljetek, ez már volt. Ez, ez, lehet, ez mint a fraktál, ugye, persze, tehát ezt egy előző beszélgetésünkben is érintettük, az emberi világ is tele van önismétlő mintázatokkal, ezt nevezte el ugye Benoît Mandelbrot, aki ennek a matematikáját is megadta, fraktáloknak, tehát, tehát vannak le, uh, lelki, erkölcsi, szellemi fraktájai is az emberi társadalmaknak. Ezt Sőt, nem tudjuk átadni. Gyanítom, hogy ez a legfontosabb. Tehát ahhoz, hogy egy emberi közösség ép és egészséges maradjon hosszú időn keresztül, ez a legdöntőbb, hogy, hogy, hogy azt tud a következő nemzedéknek és számára teljesen hiteles és elfogadható módon átadni, hogy gyermeke, de hát ezer év óta és ezt hívják hagyománynak, tehát hogy ezer év óta ugyanazok az alapvető minták, és ezek tartanak meg minket, és ezek ellen nem, hogy, tehát nem csak, hogy nem kell küzdeni, hanem éppen ellenkezőleg ezek a legmélyebb értékei. Tehát ahhoz, hogy, hogy, ebben, hogy ebben igazságot igazságot és az igazságod alapján cselekedni erő, erővel, nem erőszakkal, ez is nagyon lényeges, erő és erőszak az pont ellentéte egymásnak, tehát valóságos erővel, mondjuk ha férfiakról van szó, méltóságseljes történelmi férfiként cselekedni tudjál, tehát legyen tudásod, bátorságod és becsületes helytállásod, állhatatosságod, ezeket a mintázatokat, úsdi régi, ugyan bárkit, minősíteni, ez egy közösség önmegsemmisítésének, öngyilkosságának legbiztosabb módja. Igen, igen, de ahhoz, hogy ezt a rengeteg szennyet, amit nyilván ezek a pusztító erők az újabb és újabb nemzedékekre most már szuper technológia, high-tech technológia segítségével átvisznek, ehhez türelem, szelítség, alázat, nem tudok más mondani. Tehát az idősebb nemzedék részéről türelem, szelítség, alázatra van szükség. Elmesélni a saját kiszolgáltatottságomat, megmutatni nekem. Igen, tehát én egész életemben bennem is kavarog az a bizonytalanság, semmi, semmiféle abszolút biztos tudás, meg ilyen, mondjuk egyetemen ezt elég elég uh, igen, elég, koszka, szépen, elég kimondani, de hát így 73 éves az ember már megteheti, hogy, hogy persze az ember egyetemi oktatóként próbál igazságokat is átadni, de, de azért közben nem át tudni, hogy, hogy az a, ugye, ha már itt is te, az igazság elhangzik, ugye van egy, nem tudom én, három ezer éve létező forma, hogy szeressétek azokat, akik keresik az igazságot, de óvatkozjatok azoktól, akik már meg is találták. Mi, te itt nagyon helyesen, az igazság keresők, tehát, tehát, és mindazok, akik talán néznek minket, és nem tartják teljesen érdektelennek, keresni próbáljuk az igazságot, és hát reméljük, hogy, hogy hát másokat is segíthetünk ezzel abban, hogy jókedvűen, derűsen járjuk a saját útunkat segítve ezeket a mesterségesen generációk egymás ellenfordításából aludó negatív energiákat is legyőzhessük. Igen, én azt, vélem ebből kiolvasni, hogy ha az emberiség teljes ugye, történelmi tudását és fejlődését ugye figyelembe szeretné venni egy jövő nemzedék, akkor a nemzedékeknek a kapcsolódása lenne szükséges. Ennek hiányában egy szűk társadalom mérnöki kör egy teljesen másfajta mesterséges új világot akar velük létrehozatni, ami abszolút kockázatos, és soha semmit nem lehet arról tudni, hogy ez hová fog vezetni. Illetve minden, amit eddig társadalom mérnökök találtak ki, annak még eddig nem volt semmilyen jó vége. Tehát, hogy valójában abban nem bízni, hogy Tényleg van egyfajta belső fejlődési képessége a nemzedékeknek is, a saját szenvedéseiknek a, a, a gyümölcseit át tudják adni, és ehelyett a nem tudjuk kik által tervezett, papíron tervezett új világot kezdjük el építeni, és higgyünk valami olyannak, ami több ezer éve még sosem működött sehol. Ez egy hihetetlen kockázat. Ma ideig tudtunk eljutni a nemzedékeknek a szétszálazásába. Lehet, hogy még visszatérünk erre, mert állandóan a szívemen van ez, hogy hogyan, mit lehet tenni, hogy, hogy ismét, kérdés, és ők is és és észrevegyék, mert ők kellenek, hogy, hogy ők is rájöjjenek arra, hogy hoppá, itt nem ellenségekről van szó. Hát a mi boldogságunk az, hogyha ő nekik sikerül, és nem úgy van, hogy azért De szeretnénk, az. hogy nektek se sikerüljön, ugye, hanem az, hogy legyen jobb nekik, hát azért tesszük mi ezt a sok erőfeszítést. Nagyon szépen köszönöm Bogár Lászlónak, hogy itt volt, köszönöm szépen mindenkinek, aki ismét belenézett ebbe az igazságkeresésbe, ebbe a tisztító tűzbe, ahol leégetünk minden salakanyagot, és hát keressük azt a legmélyebb belső valód, újra és újra egy picit közelebb kerülve ehhez. Aki nem tette volna meg, az iratkozzon föl a csatornájára, és nyomja meg azt a kis csengőt. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és továbbra is hajrá együtt.